Sziasztok srácok, és köszöntelek titeket a mai videóban, amiben egy nagyon különleges dologra vállalkoztam, ugyanis ma végig fogom csinálni egy igazi olimpiai bajnok kajakosnak a napját. Elég sok olyan videó van fent a neten, ahol így végigcsinálják emberek, különböző színészeknek, világsztároknak, sportolóknak a napját, de a mai videó azért lesz nagyon különleges, mert nem egyedül fogom végigcsinálni ezt az egész olimpiai bajnokos napot, hanem itt van veled Tóthka Sanyi, olimpiai bajnok, kajakos, 2021-ben. Ciao. Ciao. És akivel együtt fogjuk végigcsinálni a napodat. Neked már megszokott lesz, nekem azért kicsit neccesebb. Az a helyzet, hogy van egy kis személyes szál is így a mi kapcsolatunkban, ugyanis mi kajakoztunk együtt. Így van. Úgy kajakoztunk együtt, hogy te Szarvason, azt hiszem Szarvason kajakoztál. Gyomendrőd, mellette van, de mindegy. Aha. Én meg Vácon. Így békés megy az a lényeg. Tehát mi versenyeken találkoztunk. Így van. És volt is olyan egyszer, csak egy picit hagy flexeljek ezzel. Egyszer meséltél, hogy valamilyen versenyen még le is hagytunk titeket. Igen, mert gyermek egy korosztályt, az a legeslegelső évfolyam, nem tudom hány évesek lehettünk, 11-2. Nem baj, az is számít. És akkor ugye páros volt, minikajak 2000 méter, és ja, a váciak nyerték. És ugye akkor még nem tudtuk, hogy, vagy nem tudtam, hogy te vagy az, nem ismertük egymást, csak felálltunk a dobogóra, hogy gratuláltunk, és igen, mentünk tovább. Azért fura ezt, tudod, mert tehát ugyanazt átéltem, hogy te gyerekként, aztán te meg végigvitted, és paszki eljutottál a csúcsra. Na, a mai videóban, ahogy már említettem, végig fogom csinálni egy napi rutinodat. Mivel kezdünk? Mi az első? Reggel szeretek korán kelni, 6 óra körül, és amikor fölkelek, utána szeretek egyet meditálni, erről majd fogunk kicsit részletesebben beszélni, meditációval kezdem a napomat, utána egy bőséges reggeli. Egyik kedvencem rántotta, szalonás rántotta, imádom, kis zöldséggel. Utána pedig elkezdem a napomat, délőtt van egy edzésünk, utána kondi edzésünk lesz, délután is lesz egy kajak edzésünk, és a végén egy jó leső kis kor hasizom programmal készültem. Izgalmas lesz, biztos benne, holnap nem lesz életem. Biztos benne, hogy kemény lesz, de végigcsinálom. Kibírható, persze. Végigcsinálom. Na hát akkor kezdjük. Hajrá! Elmondani nem tudom, mennyire izgatott vagyok. Ugye az egész gyerekkoromat, vagy a gyerekkorom nagy részét azt a vízen töltöttem, még amikor kajakoztam. Babel a Laci bácsi kezei között nőttem fel, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, és életre szóló emlékeket és élményeket adott. És ma, a mai napon valahol ugyanezeket átélhetem, ráadásul megspékelve azzal, hogy mindezt egy igazi olimpiai bajnok társaságában tehetem. Emlékszem arra, hogy amikor versenyek voltak, ilyen országos verseny, vagy komolyabb verseny, akkor a Laci bácsival, Babel a Laci bácsival voltak olyanok, hogy előző este leültünk így a fűbe, edzőtáborba, és meditáltunk. Vagy legalábbis az volt, hogy a búzus levigyük. Aha. Hogy amúgy ennek van szerepe abban, hogy egy versenyen hogy fogsz menni, vagy hogy mennyire jó fogsz teljesíteni, vagy csak azért csinálod, hogy a te lelki békéd meglegyen. Hát egy az, hogy ez mennyire jó, hiszen az a meditáció az most kezd kicsit értelmet nyerni, most kezdik nem nézni kicsit ufónak az embert, hogyha valaki meditál. Ja, és régen ugye ez 10 éve, hanem 20 éve, milyen öregek vagyunk már, ne hiszen egy korosztály vagyunk. És neked egy olimpiával több van, mint nekem. Neked meg több százer követővel, úgyhogy... Jó, nyertél. Na, nyomjuk végig akkor a reggeli sessionedet. Jó. Hát a lényegünk bele. valami különleges. Semmi. Ahogy kényelmes. Neked kényelmes, nekem ez a kényelmes. Még kezdődve új évet csak kell sehogyat se tenni, ja, ahogyan nincs kényelmes. Mint a filmekben látunk, hogy így és felszállunk egy kicsit. Jó. Akkor becsukom a szemünket, és figyeljünk az orrlégzésre. Aztán nyilván nem fogjuk narrálni, hogy ki mire gondol, hanem csak nyugodjunk le, és utána jó, egy idő után 10-15-20 perc, amennyi szükséges. Jó, akkor csukott szem, orrom be, szálljunk ki, és kizárni mindent. Mehet. Ez a meditálás tényleg olyan, hogy ezt tanulni kell, konkrétan tanulni kell. Bármikor, amikor megpróbáltam, vagy elhatároztam, hogy meditálni fogok, és amikor éppen, hogy lementem volna alfába, amikor átestem volna azon a különleges gáton, ami után ki tud zárni mindent a külvilágból, mindig jött valami kószak gondolat, ami azonnal visszarántott, úgymond a valóságba, amikor be is volt csukva a szemem. Úgyhogy biztos ki lehet ezt tolni, biztos lehet ezt húzni, de hát nekem még annyira nem megy, de most megpróbáltuk. Na, elérkeztünk a reggeled második rutinpontjához, ami a mobilizáció. Mobilizáció. Most hallom először ezt a szót, már ilyen formában. Hogyha nagyon jót alszol, akkor egy kicsit ki kell mozgatni az izületeket a helyéről, kicsit megnöveljük a mozgásteredelmet, a sport előtt nagyon jó, hiszen rengeteg sérülést meg tudunk előzni. Kicsit helyre rakjuk a dolgokat. És ha nem alszok jól?
Rég aludtam már jól. Hát akkor álmodba. Kimozgom. Ja, én úgy szoktam. Azért nem ismertem a szót. Miután végeztünk a nyújtással, elérkeztünk a következő napirendi pontunkhoz, ami nem más volt, mint a mobilizáció, ami egy kicsit ilyen bemelegítés és nyújtás volt egybe. És itt jöttem rá arra, amire kb. Minden nap rájövök, hogy életem egyik legnagyobb hibája az az volt, hogy a 8 év alatt, amíg minden nap kajakoztam és sportoltam, egyetlen egy dolog alól mindig kihúztam magam, és mindig valahogy ellógtam, az pedig a nyújtás volt. Hát én nagyon, ennyit bírok. Ez itt meg fel szétpattan. És ezt minden reggel végig csinálod? Így van, mert a másik kéz, hogy legyünk perdig. Most roppantam. Ú, te nagyon nagyot. Mennyit roppansz te? Hát, 2 szokmátrában. Tudok ilyet. Na. És ilyet figyelj. Ezt nem próbáltam. Nem egészséges, ne is csináld. Miután végeztünk a nyújtással, elérkezett a számomra legizgalmasabb pontja a napnak. Nagyon régóta vártam már ezt a pillanatot. A videóban sokszor 15 évet említek, de egyébként, hogy pontosítsak, körülbelül 13 éve ültem utoljára kajakban. Most elérkezett ez a pillanat is, és megmondom őszintén, hogy egy picit izgultam, hogy meg tudom-e ülni a kajakot, mert egy olyan ember, egy idézőjeles átlagember, aki még nem ült kajakba, vagy nem üzött semmilyen vízisportot, elképzelni se tudja, hogy mennyire nehéz egy K1-et, egy versenykajakot megülni. Tényleg konkrétan, hogyha valaki nem ült még ilyen kajakban, lehetetlen. Úgyhogy nekem kimaradt azért 13 év, bíztam az izommemóriában, de azért izgultam. Hú, srácok, elmondani nem tudom, mennyire izgatott vagyok, ugyanis körülbelül 15 éve ültem utoljára kajakban, most viszont hát le fogunk nyomni egy edzésedet, a délelőtti edzésedet, az elsőt. Extázisban vagyok, elmondani nem tudom, mennyire extázisban vagyok, remélem nem fog beborulni. Plusz zokniban megyek, már csak a nosztalgia miatt is. Emlékszem, hogy anyukám minden kajakedzés után leszidott, hogy ugye ma vettél fel papucsot, és nem kell kidobni ma is az oknidat. Hát azt szerintem, hogy minden nap fogyasztottam egy zoknit. Látom, hogy jaj, tömeg mezitlán, nem csúszik. Mi lesz az edzés? Mi lesz az edzés? Azt terveztem, hogy 12 kilométert megyünk, de nem tudom, hogy hogy állna ez hozzá. Úgyhogy nézzünk meg... 3 nap alatt összesen? nézzünk meg egy könnyített edzés, 6 kilométer. Jó. Könnyű evezés, rávezető majd a délutáni legfontosabb edzésre. Egyébként régen volt nekem egy babonám, tehát mindig jobb oldalt szálltam vízre, az ott a kényelmes. És amikor bal oldalt szálltam vízre, ott kizökkentem, és már nem olyan volt a verseny, nyilván utánpótlásban még. Akkor azt a páros verseny, ami elsők lettünk, te pedig harmadik, vagy ti harmadikok, akkor rossz oldalra szálltál. Benne volt. Eljött az idő, előbb mondtam, hogy 15 év, de 10 sok év után. Hát akkor nézzük meg, hogy mi lesz. Hú, baszki, azért ez várjál meg. Na, a nagy pillanat. Oké. Be vagyok fosva, mit ne mondja. Te szorulsz? Aha. Nem fogsz, azonnal kiesem. Kilököm magam? Persze. Jó, na. De vicces ez. Ez jó, stabil. Hú, basz. Nagyjából megvan. Ez jó. Hú, de abszurd ez. Esküszöm, egy hidegrázós élmény, pazdnek. Jó lesz. Hány év telte, hogy ez így megtörtént? Megmondom őszintén, sokkal jobban sikerült, mint vártam. Azt kell mondjam, hogy már stabil voltam. Tényleg rögtön visszajöttek az emlékek, hogyan üljem meg, hogyan maradjak stabil. És ezután érkezett az igazi hidegrázós pillanat, ugyanis a habatortán, ugyanis Sanyi elmondta, hogy abban a kajakban, amelyikben ülök és amelyikben kajakozok, abban nyerte meg a 2021-es olimpiát. Egy kérdés az olimpián. Mert nagyon oda van matricázva, hogy Tokió 2020. Én számítottam, hogy ilyen túrakajakot kapok, aminek a hátulja ilyen nagy. De ugye műanyagot nem? Azt nem mondta, hogy ebbe a hajóban nyert egy olimpiát. De. Azt a kurva, hát köszönöm szépen, hát nagyon megtiszteltetés, és köszönöm szépen. Figyelj, csak hogy mondom, hogy ebbe a hajóban egyébként senki nem ment. Talán egy újságíró ült bele az olimpia után, mert nem hitt el, hogy mennyire labilis. Ő ült bele, nem tudott vele menni. Komolyan? De aki evez benne, az te vagy az első. Asztalra, köszönöm szépen, komolyan, nagyon megtisztelő, köszönöm. Akkor igyekszem nem beborulni. Nyomjuk. Toljuk. vagy 10 év után első tapasztalatok. Mennyit jöttünk? Hármat? Hármat, aha. 3 kilométert jöttünk. Meglepő, mert amúgy annyira nem is dőlöngélek, szóval megmaradt. Mesélt a Sanyi idefejévet, mesélt arról, hogy izommemória az mennyit számít, és tényleg, mert hogy megvan a mozgás teljesen, viszont mindenem leszakad,
a derekam, a hasam, a vállam, a karom, mindenem fáj. Úgyhogy hát már most fárasztó, és az első edzés felénél tartunk. Itt most akkor fordulás. Gyere még hátra, van 3 kilométer. Jaj, de jó. Viszont az hátszélbe. Így van, sokkal könnyebb lesz. Úgyhogy most irány a következő 3 kilcs ide. Nem értem, mit mondanak, de ezt nem kell kommentálni. Nem akarok nyafogni, mert nem mentünk sokat, de megpusztulok. Ez teljesen kidörzsölte, meg úgy éreztem, hogy így az alap bőrkeményedések a kezemen, amik megvoltak kb. 9-es korom óta, azok most így felerősödtek. Simán lehet. De hogy ez így örökre ott maradt szerintem. Figyelj, most a bemelegítésen vagyunk túl, megyünk kondizni, és még délután is lesz edzés. Most mennék haza, elújságolnám Rebekának, hogy mekkorát edzettem, és úgy elfáradtam. Picit pihennem kell, hagyjatok egy óráig. Úgyhogy para, jó, tudom, hogy nem mentünk nagyot, de para, és mindenem fáj. Na, még akkor a kiszállás az legyen már meg, úgyhogy csak ezt nézem. Nem szeretek erre kiszállni. Miután lenyomtuk a 6 kilométert és visszaértünk, hát hogy mondjam, most érkezett a kondi, ugyanis mindig a délelőtti edzés után Sanyi kondizik egyet. Így egy kicsit idegen lett már ez a kajakos mozgás. Én úgy éreztem magam, hogy így erre a napra, minimum erre a napra bőven meg vagyok az edzéssel. Úgyhogy valahol úgy azért legből éreztem, hogy a kondizás közben nem igazán leszek a toppon. Ha mit nem mondjak, én nekem már úgy meg is lenne a napi edzés, de még csak az elején vagyunk az egésznek. Úgyhogy túl vagyunk a kajakon, itt vagyunk a konditerembe. Mi következik? Egy korrekt bemelegítés után elkezdünk kondi edzést csinálni. Erőt fogunk fejleszteni, tehát maximum erőre fogunk rámenni. Fekvenyomás lesz, kézisúlyzóval meg húzózkodunk. Hogy állsz húzózkodással? Szeretem nézni, hogy más csinálja. Súly. Nagyon jó. Megnézzük a súlyjal, mit fogsz tudni. Jó. Mi súlyjal fogjuk csinálni. Súlyjal húzózkodni? Örülök, simán tudok. Így van. Megnézzük. Jó lesz az. Jó lesz az. Okay. Kipróbáljuk. És ennyit terveztem most. Ebből lesz 3 kör csinálunk, talán 12-15 ismétlés, és meglátjuk, hogy hogy alakul. Elfáradtam, hogy elmondtad. Jó. 24 kiló? Aha. Könnyű, nem? Nincs nehezebb. Azt tudom, hogy tudom a határaimat, szóval 3x12 húzózkodás nem menne, ezt férfiasan bevallom. 1x12 az még bőven, a másodiknál már szenvednék, de így még nem csináltam, szóval nézzük meg, mennyit bírok így. Jó. A te súlyod felével. Jó, nézzük. I feel the power rushing through me. I never cower to opponents, huh? I'm a doozy. Act like you know me. Coming for the goal only. Take a seat, I can pee. You can feel the heat on me. Ayy, I ride through the city, take everything that meets eye. Defending my title, got plenty energy now. Nah, I don't idolize, the enemy I conquer. I won't stop till I'm on top. Hát, azt a kurva. Így a profi, hogy nem. Erre van szó. Ez már nehéz! Oh. Ez jó? Hú, bazd meg! Akkor ebből 3 kör. De most te jössz. Itt vannak. Új, de kicsinek néz ki. Te melyiket ilyen nagyjal fogod? Aha, keresem, pont itt van alatt. Ja, pont a legnagyobb az. Pont ott van a legnagyobb, ki lehetne venni. Through me, I never cower to opponents, huh? I'm a doozy, act like you know me. Coming for the goal only, take a seat, I can pee. You can feel the heat on me, ayy. I ride through the city, take everything that meets eye. Defending my title, got plenty energy now. Jó ment. Túl vagyunk a kondin. Most vagyunk a nap felénél kb. Így van. Jön az ebéd, végre az menni fog. Ez a jutalom. Az. Ez a jutalmunk. Ebéd azért szeretek enni fehérjét és szénhidrátot is, hiszen mégiscsak kell délutánra a szénhidrát. Úgyhogy csirke mellesz édesburgonyával, egy kis salátával. Tökéletes. Ketchupot lehet enni, vagy az cukor? Az cukor, az nem jó. Komolyan? Aha. Talán majonéz. A majonéz belefér, hiszen a majonézben nincs annyi cukor. De ketchupon ne edd, meg a szószokat is felejtsd el. Így szoktam önteni a ketchupot a számba. Jó, hát akkor ebédeljünk. Kondi után megváltás volt a pihenés és az ebéd, majd utána következett egy 1-2 órás szünet. Soha nem esett még ilyen jó pihenni. Viszont el is érkeztünk a délutáni edzéshez, ami ugyancsak egy kajakos edzéssel indul, és ugye Sanyi elmondta, hogy a délutáni edzés a komolyabb edzés. Nem akarok nyafogni, mert már elmondtam 5-ször, hogy mennyire fáj mindenem, de itt azért szóltam, hogy ha lehet, akkor egy picit, egy ilyen rövidített, kicsit könnyebb edzést toljunk le. Elérkeztünk a délutánhoz, túl vagyunk az ebéden, túl vagyunk a kondin.
és túl vagyunk az első edzésen is, az első kajak edzésen, mindenem leszakadt, romom vagyok, még délelőtt azt beszéltük, hogy ez lesz a komolyabb, ne ez legyen a komolyabb, mert most itt részt áll, hogy mi ezt pályáznánk. Így van, ha pályákat mennénk, 200 métereket megyünk, kicsit állóképességre rágyúrnánk, és mit szólnál hozzá, hogyha mennél egy max 200 métert, és akkor nem kéne sokat menned, de csak jó. Egyet mennél, de abban minden beleadsz. Jó, legyen így, mert amúgy otthon már kigondoltam, hogy 35-0 volt az időd, amivel olimpiát nyertél. Megpróbálom megdönteni, valószínűleg... Tippelj! Tippelj egyet, ha? Én megyek 45. Ez reális? Lesz. Még annál is? Júj, de ciki! Én 50-et tippelek. 50. Jó, én azt mondom, hogy... 3, 2, 1, rossz! Nagyon hasítam, úgy nem gondoltam volna, hogy ennyire fogja nyomni. Nekem rekordom a 100-on, 15 másodperc körül, jól tudom? Ő most 26-ot ment. Az egész még csak a fele. Ezért ez a 8 év feladkozás nem tűnik el a semmibe. Gyerünk erre, nyomjad! Nagyon jó vagy! Hú, vád meg! Jó a kondi! Jó ez, büszke vagyok rá. Még nem mondd meg. Nagyon rossznak érzem. Nagyon rossz. 100 méternél éreztem, hogy ma akkor 50. Nagyon rossz. Ilyenkor annyira jön a sav egyébként, annyira, igen. A felsőbb annyira támad, de nekünk is. Tehát, hogy ez fájdalmas szám. Elfogytam a 100 után, meghaltam. Ráadásul a sebességet akarod tartani. Igen. És közben azért a kezed meg elsavasodik. Semmi. Kíváncsi az időre? Ó, egy perc fölött és nagyon ciki. Nem. Kicsit eladta? 52,4. Oh, az egy jó idő. Az jó idő. Az csak 20-szal több, mint a te olimpiai. Ez egy jó idő, reális, tök jó. Egyik izmomat se érzem, mindenem szétdurrant már ott a 100-nál, ami egy kicsit kényelmesebb lett volna. Ha kisebb vagyok is. Igen. Kicsit rá volt, de idő nem javított volna. Tehát most egy pici rá... Lehet volt bennem egy pár másodperc. Max 2. Nagyon max 2, de vagy inkább egy. És akkor pontosan nyerek, mert akkor 52-t mész. Vagy akkor pontosan 50-et mész. Ja. Annyit amit mondta. Hát igen, a 45-te kicsit alálőttem. Mit nem mondjak, ilyen rövid távon 15 másodperces különbség, 200 méteren 15 másodperces különbség. Hát azért egy picit ennél többet vártam magamtól. Ha esetleg így elkezdenék megint hobbiból kajakozni, akkor lehet, hogy 1-2 másodpercet ezen tudnék javítani, viszont itt látszik az, hogy mennyi munka és mennyi befektetett energia kell ahhoz, hogy valaki olyan szintre eljusson, hogy egy olimpiát ilyen idő alatt letoljon. Brutális, brutális munka. Ez egy nem rossz idő. Aki ennyit kihagy és visszajön, jó ez az 52. Jó ez. A kis 200 méteres futamom után elérkeztünk, ahhoz a ponthoz, ahol már tényleg úgy jöttem, hogy állni sem bírok, de tényleg nem akarok többet nyafogni. Hátra volt még egy kondi. Nem nagyon éreztem már a testrészeimet, de mondtam Sanyinak, hogy vágjunk bele, nézzük meg. A nap 3-4-nél tartunk. Megint következik a nap második kondia. De szerencsére a 200 métereket azt nem nyomtam végig, csak egyet. Mi a mai nap utolsó kondia? Mi a terv? Ez már levezetés lesz. Köszi, akkor én meg vagyok. Ez már levezetés lesz. Hasra fogunk edzeni. Egy kicsit hasra, hogy amikor másnap reggel fölkelsz, igen. Akkor érezd, hogy ma is dolgoztam valamit. Jó. 3 kör lesz, és kicsit égni fog azért. Na mutass, jó lesz. Még egy feladat? Mi az utolsó gyakorlat? Kicsit kombináljuk, hiszen neked is hosszú lábad van, lábemelés lesz, mivel úgy is lejön a lábad, és ez ugye elég csalás lenne. Kicsit megspékeljük, főhúzott 90 fokba, jó. És csak itt, ezt a kis picikét. Jó, hát ránézésre nem fog menni. Pazd meg. Ez az. Olyan könnyűnek tűnik, hogy te mutatod. De már eddig felesztük a súlyokat. Eddig felesztük a súlyokat, meg csak menjünk. Jó. Mert hogy 10 kilók fele nulla. Sanyi, vége a napnak. Nagyon szépen köszönöm az egész napot. Nagyon jó nosztalgia volt, nagyon jó éreztem magam.
Hát a kondim az messze van a jótól, de azért járok sportolni, ezért durva, hogy járok sportolgatni, de amiket lenyomsz, meg a kajakba is milyen gyorsan elfáradtam, nem tudom. Valamit nem csinálok jól, mert... De hiányzik. Figyelj, ezek kajakos izmokat fejlesztenek, de ugye nagyon régen kajakoztál, tehát ez egyértelmű, hogy ezek nehézséget okoznak. Nem csak neked, hanem másnak is nehézséget okozott volna. De elképesztően büszke vagyok rád, hiszen ez egy nagyon kemény nap. Jaj, de jól esik, köszönöm. Ez még nekem is kemény volt, úgyhogy gratulálok, ez komoly volt. Már ennyire elfáradtam. Holnap lesz izomlás, biztos vagy benne. Már este szerintem, már meg fog pusztulni. De most jön a legjobb része a napnak, hiszen jön egy kis vacsora, a megérdemelt vacsora. És nekem hiányzik még egy kis meditáció, még este még egy 20 perc. Ezt otthon bepótlom. Jó. Otthon vacsizok. Mit szoktál vacsizni még általában? Vacsorára csirkét szoktam, kacsát szoktam, disznót, marhát, bármilyen húst, salátával, vagy minimális szénhidráttal, jó sok salátával, jó. Ez jó lesz. Az és akkor utána egy kis meditáció, vagy előtt. Igen, és este kötelező valami filmnézés, sorozatnézés, mert pihenni kell. Jó, az menni fog, de szerintem ilyen 3 perc alatt be fog elaludni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, köszönjük. Sok szerencsét a továbbiakban a felkészüléshez. Nagyon szépen köszönöm a Kolonis György Vízisport Központnak, hogy forgathattunk itt. Egy hatalmas élmény volt, és amúgy valamiért soha nem jártam, nem tudom mióta van, de soha nem jártam még itt, de nagyon tetszett, nagyon fejlett kis intézmény, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, ne felejtsetek el feliratkozni, követni Instagramon, TikTokon, a Sanyi elérhetőségén len vannak a leírásban, meg majd a képernyőn is láttátok, kövessétek be őt is, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ciao. Srácok, egy kicsit csalok. A nap végére ennyi belefér szerintem. Se Netflixhez nincs erőm, se kaján nincs erőm, kb. Egy fél órája, 3 óra értem haza. Amihez van erőm, az egy jó nagy alvás, úgyhogy átugrom most a kaját, meg a Netflixezést, és meg meditálás. Jó éjszakát!